Érsekújvárban ünnepelte megalakulásának 70. évfordulóját a Csemadok. A szervezetet 1949. március 5-én jegyezték be Pozsonyban, s néhány nap múlva Érsekújvárban megalakult az első alapszervezet. Márdos Gyula, a szövetség országos elnöke ünnepi beszédében felidézte az elmúlt 70 év küzdelmes korszakait, és hangsúlyozta, hogy a Csemadok feladata 1949 óta nem változott. Minden csemadokosnak a magyarság megmaradása érdekében kell dolgoznia. Nincs egy általános érvényű recept, hogy hogyan kell a magyarságot megőrizni, de az a tény, hogy szervezetünk itt van a Felvidéken, ahol magyarok élnek, községekben, városokban szinte mindenütt, egy nagy lehetőséget is biztosít számunkra, és ezt a lehetőséget mi ki szeretnénk használni. Azért, hogy beszéljünk egymással a magyarok, hogy összefogjunk, és végre olyan erőt képviseljünk, hogy ne lehessen bennünket megkerülni itt, szülőföldünkön. A magyar kormány nevében Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára köszöntötte a 70 éves múltra visszatekintő szervezetet. Hangsúlyozta, el kell ismerni azt a munkát, amit az elmúlt 7 évtizedben a Csemadok tett a magyar kultúráért, a magyar nyelv és a magyar közösségek életben tartásáért. Amikor ez a szervezet megalakult, akkor Csehszlovákiáról beszéltük. Csehszlovákia már régen nincsen. Politikai pártok jönnek-mennek, országok átalakulnak, de a magyar nyelv, a magyar összetartás, a magyar kultúra az megmaradt. És ez csak azért tudott megmaradni, mert vannak olyan családok, mert vannak olyan kulturális vezetők, vannak olyan elhivatott a magyarságban hívő emberek, akik tartják egymás vállát, tartják egymás hátát. Ez az ünneplendő, és ez a fontos a mai napon. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos az ünnepségen átadta a Szlovák Köztársaság aranyemlékérmét, majd a határon túli partnerszervezetek köszöntötték a Csemadokot. Látunk egy olyan példát is magunk előtt, tehát a felvidéki magyarságnak az építkezése a Csemadokon keresztül, az a szervezettség, az egymásból következés, ami itt zajlott le, és aztán ehhez még azután csatlakoztak a szakmai további szervezeti felépítmények. Tehát azt látni, hogy ez hogy történt, mind zajlott, ez mind példaértékű a számunkra. Az ünnepségen a Csemadok 17 területi választmánya és a szövetség társult szervezetei, mint a Szőttes Kamara Néptánc Együttes, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok, Vas Lajos Kórusa, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet átvehették a hűségért emlékplakettet. A Kárpát-medencei partnerszervezeteknek a Csemadok emlékplakettjével köszönték meg a támogatást, az együttműködést, majd a még élő alapítótagokat köszöntötték. Az ünnepségen többször elhangzott, bár voltak nehéz és még nehezebb korszakok a Csemadok életében, 7 évtizeden át a tagok lelkesedése, alázatos, önzetlen munkája tartotta meg, s ezért működik még ma is közel 500 alapszervezet szerte az országban. Egy kemény 50 ezer tag a mai napig is úgy vállalja a Csemadok tagságot, hogy ebből egyéni haszna nincsen. Nem előnyér van, nem azért, hogy anyagi vagy pedig társadalmi előnyöket akar kapni, hanem hogy kifejezze akar egy bélyegnek a megvásárlásával, akar a rendezvényeken való részvétele, igen, vagy egy közösséget képviselünk, melynek ő is a tagja akar lenni és továbbra is maradni. Nem csak az a Csemadok feladata, hogy rengeteg tagja legyen, hanem hogy az adott településen hány emberre tud hatni a munkájával. És ez óriási különbség. Hát vegyünk egy színjátszó csoportot, annak a tagjai a Csemadoknak is. Na de 200-400 ember nézi meg a bemutatójukat, hát akkor milyen óriási munka ez? Mit ez a maroknyi ember végez? És népszerűsíti a Csemadok tevékenységét, és végzi a magyar kultúra érdekében a munkát. Ezek az emberek, akik itt dolgoznak, a munkájuk után teszik mindezt. Nem hivatásuk ez. Ezért teszi szépé a Csemadok életet ez az egész munka, mert az ember a tudása mellett a szeretetét beleteszi. Az ünnepi gálaműsoron Zoboralja öröksége címmel egy lakodalmas összeállítást adtak elő a nyitravidéki hagyományőrző csoportok. Több generációt hoztunk most el ide föllépni, és olyan ősi hagyományokat láthatunk, amelyek annak köszönhetően, amit elmondtam, hogy nyelvszigetként élnek a magyarok a zobor alatt,
megmaradt tiszta kultúrának, és azt is el kell mondani, amit nagyon sokan Magyarországon is el szoktak mondani, hogy tiszta forrásból, ha dolgozunk, de mi dolgozunk vele, akkor hogyha mi egy icipicit módosítunk is rajta, az nem gond, mert ha az zoborai magyarság módosítja saját maga kultúráját, ami az eszéből, szívéből, lelkéből jön, attól az még zoborai kultúra marad. A műsorban fellépett a Nagy Cétényi Citera zenekar, a gímesi Villő hagyományőrző csoport, a nyitragesztei Téliződnői éneklőcsoport, a pogrányi Nagyharang hagyományőrző csoport és a nyitracsehi férfi éneklőcsoport, valamint a nagykéri Mórinca néptánc együttes, a Varjos zenekar kíséretében.